Sziasztok fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videónk témája pedig nem más lesz, mint a Bad Batch első része. Vágjunk bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznál. Május 4-én a Star Wars világ napján elindult a klónok háborúja spin-off sorozata a The Bad Batch, ami az eredeti sorozat 7. évadában látott 99-es klónkommandó kalandjait dolgozza fel a háború végén. Ha többet szeretnél megtudni az alakulatról, mindenképp nézd meg előtte az ide vonatkozó videómat. A történet onnan veszi fel a fonalat, ahol a Clone Wars ban abba maradt, a csapat szemszögéből is láthatjuk az eseményt, amit már korábban Anakin, Obi-Wan, Yoda és Ahsoka nézőpontjából megismerhettünk. Újra láthatjuk a Jedi végzetét, illetve azt, ahogy a régi köztársaság helyét egy békés és biztonságos birodalom foglalja el. Ellátogatunk a Kaminóra, többet megtudunk az inhibitor csipekről, és egy új taggal is bővül a csapat. Lesz egy csapda, árulás, és egy kis rejtély is a terítékre kerül. Mindenki pazar felütéssel kezdett a széria, kár, hogy megint keserű szájízzel kell a rajongóknak tűrnie, ahogy az alkotók fityet a kánonra. Összességében jó rész volt, hozta a kötelező formát, de az a fránya kánon. Mindannyian, akik követitek a csatornámat, tudjátok, hogy én vagyok a világon az utolsó ember, aki ok nélkül régyel, héterkedik, szidja a Disney-t, a Lucasfilmet, az új érát, meg az életet. Tudjátok, hogy én ezt nem szoktam. Főleg már összességében elégedett vagyok az új Star wars szeretem az új könyveket, képregényeket, sorozatokat, imádom a Clone Wars-t, a Rebels-t, a kedvenc epizódom pedig a mai napig az utolsó jedi szóval tényleg nem csinálok ilyet ok nélkül. Most viszont olyan szinten ki vagyok akadva, hogy uh, nem fogom törtőztetni magamat. A kezemben tartom az Új hajna című könyvet, aminek az előszavát Dave Filoni írta 2015-ben. Idézek. Az a régi koncepció, hogy különítsük el, mi a kánon része, és mi nem, nincs többé. Innentől kezdve történeteink és szereplőink ugyanabban az univerzumban léteznek. A fő alkotók, akik a filmeken, a televíziós változatokon, a képregényeken, a videójátékokon és a regényeken dolgoznak, a Star Wars univerzum történetében először tömörülnek kreatív közösségbe. Itt van még nálam az Asoka regény, amiben visszaemlékezések vannak Asoka és Mol párbajára és a Mandalor Ostromára. Felhívnám a figyelmeteket, hogy ez a könyv hamarabb jelent meg, mint a Clone Wars ide vonatkozó epizódjai. Szerintetek a Clone Wars 7. évadában Filoniék megragadták az alkalmat és az ebben leírtakat felhasználva készítették el a Mandalor Ostromát? Segítek! Nem! A szukának zöld színű fénykardja van a visszaemlékezésben? Aha, a TCV ide vonatkozó epizódjaiban is, ugye? Nem, kék. Mól és a szóka párbeszéde ugyanúgy zajlik a sorozatban, mint a könyvben? Egyáltalán nem. Itt van még nálam a Kanan eredet történetét feldolgozó képregény is, amiben láthatjuk, hogy pontosan hogyan is történt, amikor megölték a mesterét. Éjjel volt a tűz körül ültek. Ott volt velük több szerethető és emlékezetes tűzoltó piros festésű klón. Nagyon jót beszélgettek, és ekkor beütött a baj. Szerintetek, ezen a képen éjjel van, épp a tűz körül ülnek. A képergény ide vonatkozó oldalairól hol van a bad batch? Nekem semmi bajom nincs, illetve nem lenne azzal, ha azt mondanák, hogy hát nincs koherens univerzum, nem figyelnek erre, csak akkor miért mondják azt, hogy figyelnek rá? Minek csinálták meg a kánont? Minek írt ilyet Dave Filoni? Minek van a Lucasfilm Story Group? Arra, hogy minden alkotó igazodjon hozzá, kivéve Dave Filonit? Arra, hogy én és a hozzám hasonlóak kiálljanak mellettük a héterekkel szemben, aztán meg arcon köpjenek? Borzasztóan feldűjít az, ha valaki csinál a szájából, és Dave Filoni ezt csinálta ezzel a lépésével. Tudjátok, Lukasz annak idején a régi bővített univerzummal kapcsolatban, amit ma legendáként ismerünk, azt nyilatkozta, hogy, hogy nagyon klassz, pár történetbe bele is olvasott, egyet se olvasott végig soha, mert hogy ez nem az ő Star wars -a. Van az ő Star wars meg van ez a másik. Meg hát különben is nehogy már ő neki, a teremtőnek, aki ezt az egész világot megalkotta, kelljen igazodni másoknak a történeteihez. Filoni egyébként többek között magában ebben az említett előszóban arról is ír, hogy az ő Lukásszal eltöltött éveire egyfajta Jedi képzésként tekint vissza, ahol Lukász volt a mestere, és ő meg a tanítvány. Hát az lehet, hogy sok minden jót eltanult tőle, de hogy ezt az arrogáns, bunkó, oda nem figyelést, és a mások történeteivel szembeni alázat teljes hiányát nem kellett volna, na százalék. Hát ugyanezt csinálta meg annak idején Karen Travis Republic ez a videó ennyi lett volna már a srácok! Ha tetszett ez a videó, nyomj egy like lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával! Cserébe megjelenítek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!